Beírtam a GPS-t, hogy Dob utca, és ide vonult. Biztos. Dobjuk be, mert jönnek a zsarok. Igen, már húzzák be fel a függönyt itt a teret. Az alsó teresztnál. Itt a póka csönget. Mozog a függöny, itt meg vannak. Vati, nem is mondtad, hogy az volt, hogy a szomszéd. Halihó! Alihol, Trojcsányi Lászlót keressük. Van itt valaki? Nincs. Ennek. Se a munkahelyén nincs ez a mocsok, se itthon. Hol lehet el? Én a tököm se fog hétfőn reggelig várni. Kutyikát meg ne ijesztjétek. Kutyi úgy, nézd. Hát akkor várhatok. Nem fér vele. Bazd meg, Trócsány! Ott vannak. Na most magyarázzál, Trócsányi, bazd meg, hogy szerinted jól jártak a devizahitelesek. Számoljad meg. Remélem, senki nem fog haragudni, hogy hétfőn nem fogok a minisztérium előtt zekkolni. Szia, számolj meg, jó? A gazdád egy mocsok disznó. Na jól van, én megyek, jó? Mert tökön sok ugye az egész hét. Kocsányi miatt értem. Föltartani. Hmm. Hát nem. Nem veszi át, elhozom a házához. Jó, én akartam. Most ha meg minden. Most beállt a kódba. Beállt a kódba. Na, micsoda tömeg lett itt. Ja. Na most ki fütyszat alatt? Megyünk? Persze, szeretnénk, csak hát akkora tömeg van itt. Arra is vannak páran. Baj, ne törődj vele, de egy furva nagy dugó itt a Trócsányi. Egy csomó autó van, és nem tudnak. A házánál, igen, itt van egy rakás autó. Szerintem szomszédai marhára nem bírják, mert mindenki fordul be, meg. Ilyenek. Nem mondom, már eljöttünk, mert egy darabig ott felvoltunk, aztán nem jött ki, nem vártunk rá tovább. Na, köszönjük! Nagy dugót, igen, itt az összes szomszéd itt akar most elmenni Trócsányi előtt, úgyhogy megyünk is. Igen.